Sziasztok, Kufi és Nyufi kalandjai tovább folytatódnak, az Adriáról, a Kirk szigetéről jelentkezünk. Tartsatok velünk! De több Balaton, kevesebb Adria. Itt eltöltünk 2 napot, de a Balatonon 3-at fogunk. Az Adria egyik legkedveltebb turisztikai célpontjává nőtte ki magát. Egy gyönyörű kis sziget, igazán természetközeli, rengeteg erdővel, fával, zölddel, a tenger pedig kristálytiszta. Megéri ide eljönni. Vitorlás és halászkikötő minden parti településsel rendelkezésre áll, mint ahogy itt mögöttem is látható ez a gyönyörű kis kikötő. Magát a szigetet a Kirk híd köti össze a szárazfölddel 1980 óta. Ez a világ egyik leghosszabb betonhídja. Szóval, megy a kamera. De hova? Ide. Megy a kamera, hova? Mi megyünk ugyanis, most érkeztünk meg ebbe a Kirk nevű szigetbe, mögöttem lévő tengerparti parkoló szigetre. A tengerparti parkolónál hagytuk az autót, és most megyünk és felfedezzük a várost. Ó, már is látom a gyönyörű tengerpartot, meg a hatalmas várfalakat. Az emberek már fürdőznek, van egy hajókikötő is, itt pedig a városfalak között fogunk sétálni. Magyarul beszélő sellők a horvát tengerparton. Nagyon örülünk neki, hogy gondoltak ránk is, ugyanis nem beszélünk horvátul. Csodás, azt mondja. Meg tökéletes, meg mi van még? Hatalmas. Fantasztikus, szuper. Fantasztikus, szuper és csodálatos. Tehát ezeket a szavakat ismerjük, meg az és vagy kötő szavakat használjuk. Minden szuper, fantasztikusan csodálatos. A kombót hallottad? Ez olyan, mint a játékban, tudod, a veregelés játékban, hogy a dupla nyilat nyomod kétszer, akkor kombó jön. Szuper, fantasztikusan csodálatos. És mindössze, bár ez nem túl nagy, amit látjátok, ez az Frangepán kastély vagy erődítmény, mindössze 3 euróért fejenként meg lehet tekinteni. Ugye? Bizony. Bizony. Körbe lehet sétálni fent a tetejét, illetve le lehet menni a különböző tornyokba, vagy fel lehet menni a lépcsőn, attól függ, hogy hol vagyunk. És a kilátás az igazán mesés a környékre. Igen, pazar. Ami hátrány ennek, hogy sajnos Margot lent kellett, hogy hagyjuk, ugyanis hát ez egy 1000 éves vagy 2000 éves építmény is, lift az nincs benne még azóta se, de várjuk a fejlesztést. Lehet, hogy beszélni kellene a magyar konzorciókkal, vagy hogy kell ezt mondani, az oligarchákkal. Jöjjenek már ide is, és építsenek ide valami liftet. Ja. Ja. Több Balaton, kevesebb Adria.
Nyufit már megint elütötte a rinyalé, azt mondja, ő lehet, nem így jön. Hát már nagyon szűk. És zárt a csiga lépcső. Hát ott még én is alig férek el benne a kalapommal. Hát még akkor te, Pufi. Pufi. A nevem csinos, nem Pufi. Kis utcácskákon rengeteg boltot lehet találni, mindenfélét árulnak, cipőket, mindenféle strandfelszereléseket, és a hűtőmágneseket millió számra. Lehet találni mindent, de természetesen ami legjobban megfogott bennünket, az a fagyi. A rengeteg finom fagyi. Én nem fagyizhatok Magyarországon, ettem Székesfehérváron. Miért is? Laktózmentes. Igen. Meg is vannak a fagyik, és találtunk szörbét is, úgyhogy Andi is azt teszi. Laktózmentes. Laktózmentes jeges fagyi. Jó, krémes. Ez is jeges. Finom. De nem azt akartam, hogy kértem. Ez pedig fekete. Figyelj már. Szuper. Horvátország kis szűk utcáiban sétálni, egy kis fagyiban. A fagyizó. A vár tövében egy igazi kis szaba strand van. Mindenki jobbra bár a strandon, ha már csak tud. Gyönyörű tiszta a víz. És szuper a kilátás. Vissza a jelenbe, körbejártuk ezt a kisvárost, hogy tetszett? Nagyon szép. Nagyon szép volt. Tényleg nagyon szép. Tényleg nagyon szép. És nagyon meleg van. Most viszont beülünk az autóba és megnézzük a következő célpontunkat. Még nem tudjuk melyik lesz ez a kisváros. De elindulunk és ha látunk valami szépet, akkor rögtön megállunk. Indulhatunk is. Igen. Ez a terület Horvátország híres borvidéke. Ahogy beérkezünk a szigetről, rengeteg szőlőtőkét találhatunk. Itt található Körk egyik legnagyobb kiterjedésű termőföldje. Burbank, vagy valami hasonló. Városában vagyunk. Sok más hangzó egymás mellett, ezt a várost választottuk. Szintén a tengerparton van Krök-szigetén. Egy hatalmas sziklatömbre épült. Egy hatalmas. Megnézzük, hogy milyen is ez a kis falu. Tartsatok velünk! Ez a kis helyi borászatnak a cégére. De jól néz ki. Nagyon sok helyi bor van, és szőlőültetvényeket láttunk útközben, ahogy jöttünk ide, ugye? Igen. Nagyon nagy volt, teles-tele mindenhol, és azt is hallottuk, hogy nagyon szeretik a helyi borokat. Vagyis úgy egyáltalán. Szeretik a finom borokat, igen. A helyiek szeretik a finom borokat.
meg hát ki nem. De induljunk is tovább. Maga a város a sziget keleti partján egy 50 méter magas szikratömbön fekszik. Ez az utolsó település a keleti parton. Egy kicsit olyan, mint a Baracsonyunk, meredek hegyoldal, napsütés és boros pincék. Közel 4000 éve lakott ez a terület, így ez a sziget egyik legrégebbi települése. Az itteni nyaralás egyet jelent a napsütéssel, nyugalommal. Szűk, macskaköves utak, sűrűn egymás mellé épített házak, aminek tudjuk, hogy az a lényege, hogy minél nagyobb árnyék legyen, és minél kevésbé melegedjen fel. Úgyhogy ilyen kőből készült épületeket látunk, és macskakő mindenhol. Igazán régi ódon hangulata van ennek a városnak. Milyen hangulat lenne a város? Zögykölődős. Lényes szűk helyek vannak itt ebben a városban. A kis utcák, mindenfelé kőépületek. És úgy döntöttünk, hogy nem veszük elő a térképet, hanem elveszünk ebben a városban, ugye? Már el vagyunk. Már el vagyunk veszve. Meglátjuk, mit találunk így. De a telefonban megismerjük egymást. Egymást megismerjük attól, hogy elveszünk. Na hát ezt itt... Ez... Ezért megnézed, nem mondja. A saját szerepet. Ez olyan szűk, hogy igaziból egy emberes, mert én nem férek el így keresztbe. Tehát még csak így oldalazva. Hát ez tényleg, maga. Ezek tényleg az egyszömélyes utcák. Szűk átjáró. Tényleg? Ja, tényleg látom a piros hangulat. A nagy melegben megálltunk megpihenni és megebédelni egy kicsit. Tényleg nagy a hűség, úgyhogy csak egy kis salátát kértünk és sült halakat, pontosabban tinta halat. Megkóstoljuk, hogy milyen is az. Pihenünk egyet, aztán folytatjuk tovább az utunkat. Több Balaton, kevesebb Adria. Finom saláta. Ennyi fér bele a videóba, imádtuk ezt a kis szigetet, mindenképpen érdemes meglátogatni Horvátországnak eme kis varázslatos csücskét is, ha erre jártok, ne hagyjátok ki, imádni való volt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videót, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, és a következő videóban a következő kalandon találkozunk. Sziasztok!